laikus szemmel nézve is rengeteget változott legutóbbi látogatásunk óta csapatunk új utánpótlás nevelési központjának helyszíne. Az épületek pontos helyét most már nem csak a tervrajzokon lehet látni, és ami még jobb hír, hogy a helyszínen zajló munkálatok is az ütemtervek szerint haladnak. Nagyon sok minden változott, tehát hogy akkor ugye az alapokat tették le az épületek alapjait, most már azért a függőleges síkok is elég jól haladnak. Ugye amit tudunk az az, hogy július közepére kell az összes épületnek szerkezetkésznek lenni, és ezt tartják is. Itt mögöttem a főépület az már nagyon szépen kirajzolódik, alig-alig van hátra belőle feladat. A gazdasági épület is szinte már teljesen készen van, üzemi épület egész pontosan. Még a lelátó épület áll a legkevésbé készen, de az ütemtervet ott is tartják, tehát a július közepe az rendben lesz. És nem csak az épületek, hanem már a pályák is kirajzolódni látszanak. Ugye a pályák még, ami nagyon fontos, hogy elkészüljenek, ott az 5-ös-6-os pálya az nagyjából teljesen elő van készítve. Ott annyit várnak, hogy az öntözéshez minden feltétel teljesen készen álljon. Abban a pillanatban, ahogy ez megvalósul, akkor vetik el ott a füvet, tehát az 5-ös-6-os pálya az majd, hogy nem teljesen kész van. A 3-as, 4-esnél a rétegrendet rakják, de az is elég jól áll. A 2-es és az 1-es ugye az utolsó két pálya, itt sorban haladnak, tehát ők azok állnak a legkevésbé jól, de szépen haladnak ott is tartják abszolút azokat a határidőket, amiket előre terveztek. Az épületek átadásának időpontja továbbra is november 30-ára van kiírva. A költözés ugyan még messze van, de akadémiánk igazgatója, hogyha tehetné, akár már holnap hozzálátna. Ugye az a furcsa, hogy itt az elején ezek látványos változások. Tehát az, amikor szerkezetkészé válik egy épület, akkor ugye azt látod, hogy hát ez szinte kész van. Tehát, hogy azt érzed, hogy most 2 hét múlva költözhetünk, vagy mikor jöhetünk már végre ide. De hát nyilván nagyon sok belső munka van ilyenkor még, amit tudunk, hogy ez az nagyon lelassítja még a dolgokat. Úgyhogy sokszor kérdezem, hogy ez azt jelenti, hogy előrébb tartunk, és nem azt jelenti. Ez azt jelenti, hogy ütemtervek szerint haladunk. Tetszik nagyon. Nyilván úgy van, hogy már bármikor költöznénk, már nagyon várjuk ezt. Jól meg volt tervezve, jól át volt gondolva. Persze abban biztos vagyok, hogy ahogy minden építkezésnél majd a végén még kiderül, hogy ezt kellett volna egy kicsit másképp csinálni, vagy azt kellene másképp csinálni, de alapjában véve ez nagyon szép lesz így.